Azt mondja, csináljunk egy, csináljunk Fehérvázát. Műalkotásaival hódítja meg a világot egy győri festő. Az egészen apró részletekbe menő munkáit könnyen felismerheti az, aki már látott tőle festményt. Az azonban újdonság lehet, hogy habár már gyerekkorában is tehetségesnek bizonyult, csak később vágott bele az alkotásba. A festés iránti szeretetem a 60 éves koromban váltam el elég késő, és a második feleségem unokáinak rajzolgattam, és mondta, hogy olyan szépen rajzolsz, miért nem festesz? Hát ezt az ikletet adta, elkezdtem festegetni. Hát először ugye nem tanultam, gyatrán ment, mint kezdőnek. És két év múlva ugye már annyira belejöttem, hát ugye elég sokat gyakoroltam, mert nyugdíjas korom óta csinálom ezt a szakmát, én annak hívom. Többször voltam festőversenyen, és nem kellett tablet, nem kellett kép, amiről fessek. Például ez a kép is, ez is úgy készült, hogy magamtól, szóval nem kell hozzá kép, de sok csendélet. Most már nekem csak ahhoz kell kép, hogy az állatok formáját, mert nagyon szeretem a természetet, meg a virágokat, mindent, tehát egy felhőbe is lehet látni dolgokat. Hát arra kell vigyázni, hogy az árnyékok és a fények azért érvényesüljenek, mert az avval lesz tökéletes a festmény. Nem tudom, hogy honnan jött ez belém, de hát biztos a mamámék meg volnának lepődve, ha meglátnák, miket csinálok. De nagyon szeretek festeni, az biztos. Szeretem átadni azt, amit én tudok, tapasztaltam, trükköket a gyerekeknek is, meg a másik, a felnőtteknek is, mert nem sokan szeretik átadni a dolgokat, és én örülök neki, ha ő is tudja csinálni. Ilyen szín, olyan szín, ami megy hozzá, ha nem, akkor átfestem, szóval nincs probléma. Ez is festőkéssel van csinálva, és itt is, hogyha így felülről van megvilágítva, akkor a fény és az árnyék jobban látszanak. És nagyon, nagyon, hát mondjuk több festék kell hozzá, de nekem legalábbis szebb a kidolgozása. Van ilyen 3D-s képem is, ez kidomborodik a képből. Ez festhető sziloplaszttal csináltam. Kísérlet, nagyon szeretek kísérletezni, ez szép dolog különben festeni. Én nagyon szeretek. Elfelejtek enni, inni olyankor, tényleg. Én örülök neki, hogy minél több helyre eljut. Mert hát azért csináltam, hogy ne csak én örüljek annak a valaminek, hanem az a másik valaki is. A művész elárulta azt is, hogy vázlat nélkül szokott festeni, amit meg is mutatott. Így készült el a szemünk láttára egy virágokkal teli csendélet.